És itt vagyunk, újra folytatjuk némi prózával. Ugye a 90-es években minden más volt, hát nem, hogy a 90-es években más volt minden, hanem tulajdonképpen már a múlt héten is más volt minden. Hogyha megint folytatnám tovább ezt a stúdió vagy a tévé történetet, de most ezt egy picit zárójelbe tesszük, és teljesen más dolgokról fogunk beszélni, de mondjuk app sem nagyon volt a 90-es években. És most apról fogunk beszélni Novák Péterrel, a Barcika Centrum Kft. Ügyvezető igazgatójával, illetve Szitka Péterrel, polgármesterrel, mert hogy indul a Color Up. Üdvözlet. Üdvözlet. Hát valóban így van, hogy egyébként a 90-es években sem volt ez másként. Igazából az önkormányzat és a lakosság közötti mondjuk úgy kommunikáció hát teljesen más volt. Akár most már e-maillel, telefonon, faxon korábbi időszakban, de sok volt az a rétegzett mondjuk úgy kommunikáció, amivel egyébként mi együtt gondolkoztunk a városlakókkal is. Ugye sok minden változott, viszont az embereknek már most olyan telefonjuk van, amivel fizetnek, mindenféle információt megkapnak, ügyeket intézhetnek, és így jött az ötlet mondjuk egy évvel, másfél évvel ezelőtt, hogy alapvetően nekünk is kellene egy olyan mondjuk úgy alkalmazás, amellyel a önkormányzat és a városlakó közötti együttműködést vagy városüzemeltetést elősegítenénk. Miről gondolkodtunk? Ha mondjuk valaki sétál a főutcán, és valami olyat tapasztal, ami mondjuk akár közbiztonság szempontjából, üzemeltetés szempontjából el van törve pad, el van hajolva, ki van kaparva, valami olyat, ami egyébként nem jó, akkor ezt bepötyögi, lefotózza és elküldi az önkormányzat számára, hogy ezt a feladatot lássa el, nézze meg, hogy egyáltalán rátartozik-e, vagy vegye fel azokkal a kapcsolatot, ami egyébként ezt meg tudja oldani. Ez volt a kiindulási pont, ez volt az alapfeladat, amivel egyébként a kollégákat megbíztuk közösen, hogy ebben gondolkodjunk már, hogy egyáltalán ilyen létezik-e már Magyarországon, és ha van ilyen, akkor ezt hogyan lehetne úgy Color City-re, úgy Kazincbarcikára ráhúzni, amely valóban az itteni milliőbe beleilleszthető. És folyamatosan csiszolgattuk, kopogtatták, csinálták, fejlesztették. Amikor eljutottunk gyakorlatilag egy olyan, így van, ahogy ön is említette, apphoz, ma már ugye alkalmazáshoz, amely közérthető formában igazából a város üzemeltetésbe a város lakókat bevonván egy nagyon kellemes alkalmazás lesz az elkövetkezendő időszakban, ami szerintem jócskán egyszerűsíti majd a különböző ügyforgalmakat a lakosok között és az önkormányzat, a hivatal között, és ami talán a legfontosabb, tehát mondjuk egy folyamatos visszajelzést is kap arra vonatkozólag, amit ő bejelentett, vagy amit ő jelzett. Ez az alapkonstrukció, ebből indultunk ki, és ennek a fejlesztéséhez, ennek a végéhez közeledünk, ami alapján merem remélni, hogy a záros határidőn belül egyébként a nagy közönség is meg fogja ismerni ezt az applikációt. Tehát, hogyha jól értem, akkor az alkalmazások menüpont alatt gyakorlatilag a Color App letölthető lesz minden mobiltelefonra. Milyen jellegű bejelentéseket, illetve hibákat lehet még ezen az applikáción keresztül megküldeni? Illetve pontosan kifogadja ezeket a hiba bejelentéseket majd? Az applikációnak a működésénél előre meghatároztunk több bejelentés típus lehetőséget, mondjuk parkgondozás, illegális szemetet találtunk valahol, egy csatorna fedlap esetleg sérült. Ezeket előre definiáltuk, bármikor lehet ezeket szabadon bővíteni, vagy csökkenteni, annak függvényében, hogy a felhasználók milyen visszajelzéseket adnak nekünk. Alapvetően rendkívül egyszerű a használata, és hogyha valamiért olyan problémával találkozna egy városlakó, amire mi esetleg nem gondoltunk, akkor egy egyéb menü pont lehetőség választásra ugyanúgy megteheti a bejelentést. UFO észlelés? Bármi, igen, erről talán már nyáron is beszéltünk, még nem került rá sor, de... Lehet, hogy akkor lesz, igen, kb. Ezt adja fel a történet. Nyilván az elején lesznek majd vicceskedések, és lesznek olyan erre lehet számítani, hogy lesz ilyen? Igen, de nyilván a rendszer alapvetően ezeket azért szűri, tehát itt azért azt gondolom, hogy főként arra több, mondjuk úgy több száz város üzemeltető kollégára számítunk a kazincbarcikai lakosai között, aki egyébként nem csak a közérdeklődésére tart számot, hanem egyébként valóban ott, ahol ő él, szeretné azokat a problémákat, amiket ő érez vagy lát, azokat orvosolni. Nem még a közvilágítás, valóban így, ahogy Novák úr mondja, egy fedlap el van csúszva, a járda meg van süllyedve, nagyobb tócsátészlet. Tehát bármi olyan, ami egyébként látván azt, hogy ez a város gondoskodására szorul, azokat gyakorlatilag vagy bepötyögi, vagy lefotózza a probléma megjelölésével, elküldi. És mondom, ami szerintem nekem is, mintha lelkes bejelentő lennék, akkor egy fontos információ lenne az, hogy van visszajelzés. Tehát, hogy ez megérkezett, valóban egyébként a kollégák
lecsekkolják, visszanézik, hogy igen, ez a probléma valós, ennek megoldására türelmet kér, és a megoldással kapcsolatban is egyébként van egy visszajelzése. Ez az, ami szerintem egy nagyon fejlett, mondjuk így ilyen modern városüzemeltetés irányába, vagy ilyen okos város irányába tolja el ismételten Barcikát. Vannak ilyen jellegű kezdeményezések már azért az ország különböző helyein, ezeknek a jó gyakorlatait ugye átvettük azért, és a saját szánkíze szerint egyébként a fejlesztők és a kollégák azért csiszolgatják, hogy ez tökéletesen működjön majd. A csiszolgatásra visszatérve, vagy a polírozás tulajdonképpen, a finom hangolásra, amikor beszéltünk erről, akkor is már volt valamiféle kis tesztüzemmód, vagy ilyen lájtosan talán. Ezt gondolom azóta már ezért fejlődött, tehát most már el lehet azt mondani, hogy már teljesen üzembiztos ez a rendszer? Igen, múlt héten zártuk le a tényleges programozási időszakot, mert egy nagyon intenzív másfél hónapos tesztelésen vagyunk túl. Még jelenleg is több felhasználótól várunk visszajelzést, de az összes fő alapvető problémát sikerült megoldani. Több mint 100 különböző hibát jeleztek a fejlesztés során a kollégáknak, illetve hát mi magunk is ugye intenzíven használtuk a programot. Androidból egyébként, csak az érdekesség kedvéért, 19 változat készült, Android változatból, iOS-t Apple-ös készülékekre szent változatból pedig 9. Úgyhogy nagyon intenzív volt az elmúlt időszak. Mennyire lesz egyszerű megtenni egy ilyen bejelentést? Tehát technikailag ez hogy fog kinézni pontosan? Igazából ugye az applikációt letölti az ember, tehát ez ugyanaz, mint a játékot, egy inkább a kezelőfelületre gondolom. Igen, tehát ezt letölti, megnyitja, és gyakorlatilag az új bejelentés típusú gomb megnyomásával automatikusan azok a kérdéskörök, amikről az imént beszéltünk, azok vagy legördíthetők, vagy bepötyöghetők. Tehát magát a helyszínt ugye automatikusan, mivel egy okostelefonról lévén szó már megadja, GPS rendszeren keresztül, nyilván segíti a kollégáknak a munkáját az, hogyha mondom, fotó is készül a dologhoz, mert azért az egy rögzítése lesz az adott problémának. Vagy bocsánat, csak közben látjuk is a monitoron, hogy ez hogy néz ki. Beírja. Igen? Igen, tehát alapesetben ugye be tudjuk írni, hogy milyen problémával találkoztunk, utána ki tudjuk választani ebből a listából, hogy milyen típusú hibát észleltünk, ahogy jeleztem, egyéb menü is van, tehát nincs korlátozva igazából, hogy milyen hibákat jelenthetünk be. Automatikusan be lehet ugye hívni az aktuális címadatot, ezt követően ugye egy képet lehet készíteni, vagy már a meglévő képeinkből is lehetőségünk van csatolni. Nem csak képet, vagy videót is? Csak képet, videót nem. Képrögzítésére van lehetőség. Ez egy jó ötlet egyébként a későbbi fejlesztési lehetőségre. Hogy videó is lehet? Akár, igen. Bár akkor megint vicces videók is érkezhetnének, de hát legalább ugye aki ezzel foglalkozik, jól szórakozik. Hát a húrt fontos dolog, nyilván lesz ennek tényleg egy ilyen vicces része, de ami ugye azért folyamatosan fog, én azt gondolom, hogy kikopni, és sokkal inkább el fog tolódni abba az irányba, hogy lesznek olyan aktív felhasználók a városban, akik tényleg járva kelve látnak problémát, akkor azt automatikusan fogják jelezni. Azért számunkra is ez egy nagyon, tehát ez egy villámgyors, mondjuk úgy lakossági reakció lesz bármilyen problémára. Tehát nem kell az, hogy mondjuk a saját kollégáink, vagy mi magunk észleljük ezt a gondot, vagy problémát, vagy károkozást, vagy akármicsodát, hanem maguk, akik ott élnek, azok reflexből fogják ezt tolni, és azonnal fogják jelezni számunkra, hogy itt probléma van, eltört egy tábla, kidőlt ez, az, amaz, ezeket, és kap visszajelzést, ami szerintem az egyik legfontosabb, hogy az ő dolgával. A világos szóról jutott eszembe rögtön, hogy mennyire lesz világos a reagálás, tehát hogy mennyi idő telik majd el ahhoz, hogy valaki ezt megkapja, akkor a központban látja, hogy ez a probléma, és már azonnal izzít valakit, aki indul és rendbe rakja. Igen, pontosan, tehát az összes bejelentés a városüzemeltetési osztályra fut be, hiszen maga az osztály koordinálja akár a Barcika Park, mint főközelműködőnek a munkáját, akár a külső vállalkozóknak a munkáját. A bejelentéseknek a megtétel után eleve le kell ellenőrizni, hogy valós-e a bejelentés, ha ez megtörtént, akkor az illetékesnek kiadják végrehajtásra. Ezeket a munkafázisokat rögzíteni kell a felületen, tehát nyomon követhető lesz nekünk is, hogy milyen szakaszban jár adott fel a megoldása. A bejelentőnek is nagyon fontos, hogy egy folyamatos visszajelzést kap automatikusan, hogy éppen milyen szakaszban jár ez a bejelentés megoldás. Továbbá lehetőségünk van a bejelentőtől további információt kérni interaktív módon, hogyha esetleg nem volt ideje valamiért részletesen leírni, hogy milyen problémát észlelt. Tehát egy folyamatos visszacsatolási lehetőség van, és ez sokkal-sokkal modernebb és sokkal interaktívabb, mint hogyha egymásnak leveleznénk postai úton. Tehát úgy gondolom, ez egy tényleg egy jelentős előrelépés lehet, és sokkal felhasználóbarátabb. Ez az applikáció várhatóan mikortól letölthető?
hatását, hogyha... 2018. januárjától szeretnénk indítani az éles üzemet, ugye most meg a kollégáinknak a belső oktatása zajlik, a tesztelést ugye igazából már lezártuk, most már csak azokat a visszajelzéseket gyűjtjük, amiket majd egy második fejlesztési ütemben szeretnénk megvalósítani. Vannak még egyébként ilyen ötletek? A Tarsolyban az okosváros még okosabbá tételére? Amennyiben egyébként elindul magának az applikációnak az ilyen típusú használata, akkor nyilvánvalóan, hogy most az előbb egy erre az applikációra vonatkozó fejlesztési ötlet is ugye elhangzott, hogy legyen videó, de azért jóval több mindenre használható a későbbiekben. Tehát adott esetben kulturális programok, adott esetben magának a különböző cégeinknek a különböző feladatellátásai, hol kátyú, hol egyébként program, hol fesztivál, tehát sokrétű olyan információ áll a rendelkezésünkre, amelyek egyébként bizonyos menüpontok lenyitásával alapvetően magának a felhasználónak a tudására lehet hozni, vagy információval lehet gyakorlatilag ellátni. Tehát a jövőbeni elképzelésünk az, hogy magát a városüzemeltetési applikáció ilyen módon elindul, az sikeresen fog működni reményeink szerint, de alapvetően ki tud majd a fejlesztők révén olyan plusz elemekkel majd bővülni, amelyek nyilván egy kicsit azért szeparáltan a magán az applikáción belül is, de további információkat vagy lehetőségeket fog nyújtani a felhasználók számára. Amit nagyon várunk, hogy nyilván a különböző közlési csatornák, amik mondjuk egy önkormányzat, vagy egy hivatal, vagy egy cégei irányában a lakosok részéről van, ami valóban egy közösségi oldal bejegyzéstől kezdve egy telefon, van még fax, tehát vannak még ilyen extrém esetek is, ezeknek a egy csatornásítása folyik, tehát nagy valószínűséggel, hogyha nagy többsége egyébként az összváros üzemeltetőknek rááll erre az applikációra, akkor számunkra is, mint üzemeltetők számára is azért egy egyszerűbb lehetőséget nyújt, akár visszaigazolás és a folyamatnak a lereagálására, másodszorban pedig ugye ennek a visszakövetésére és magának a problémának az orvoslására. Ebben bízunk, hogy ez jól fog működni. Bizakodjunk akkor ebben így közösen. Köszönjük szépen, sok sikert, és akkor jövőre ezek szerint új apra híradunk majd. Köszönjük.